hivatalos e-mail címe az a kutatóközponti, az is fel lehetne írni, de hát ezt ebből könnyen meg kevésbé ismerik az emberek. A gépnév azért érdekes, mert én annó fizikus voltam, és relatális emettel foglalkoztam, azért van a Black Hole névön, és nem pedig ilyen fekete mágiával foglalkozó valami van mögötte. A másik, hogy ez a gép volt az első gép, a KFK Minilux futott, úgyhogy nem ugyanaz a vas van még mindig, de a név az megmaradt. Egy régi 386-os PC volt az első Linux. Oké, NFT-ből, de előtte beszélnék én az IPT-ből szól néhány szóban. Én azt hiszem, hogy NFT-ből szól, igazából nem volt Magyarországon magyar nyelvű előadás. Az is gondolom, hogy épp ide jött tartson róla valaki, hiszen eléggé fontos, és most már eléggé jól működő rendszer az, hogy szerintem érdemes minél többeknek megismerkedniük. De kicsit nézzük vissza, hogy honnan szert az egész, és miből származik. Az IPT-ből szerintem talán mindenki ismer ebben a teremben, nem fogom nagyon külön megmutatni. Gyakorlatilag 99 óta Linux kernelnek a csomagszerű tűzfal része az IPT-ből és az az mögött lévő keretrendszer. Ami igazából kettő vagy három részből áll, csak ezt szoktuk keverni, vagy úgy egybe mosni, és csak időnként a pontosság kedvéért vonjuk meg a köztük a különbséget. Egyrészt van egy keretrendszer Linux kernelben, amit netfieldnek hívnak, egy nagyon lightweight, nagyon könnyű, nagyon vékony keretrendszer, aminek semmi más dolga nincsen, mint az IP-stackben megmondja, hogy az IP-stack, amikor feldolgoz egy csomagot, akkor mely pontoknál fordul a netfilter fölött lévő rendszer, ez ami döntést hozna a csomagról, hogy folytassa a csomag az útját a stackben, vagy nem. Eldobja a rendszer, vagy ne dobja el. Egy nagyon-nagyon lightweight, nagyon vékony, nagyon könnyű kis keretrendszer, néhány kis feature-rel, amik az elmúlt évek során gyakorlatilag semmit nem változtak. És e fölött a keretrendszer fölött van egy implementáció, ami implementálja a tűzfal funkciót. Ezt hívhatjuk IPT-bősznek is a kernelben, régebben csak simán netfilternek itt ugyanezt a részt is, de ez igazából kettő különböző rész. Az NFT-bősz van alatta, és fölötte az IPT-bősz implementáció kernelben a csomagszűrő részről. Aminek van egy párja a user térben, az IPT-bősz parancs, mivel konfiguráljuk ezt a kernelben lévő részt. Ami igazán megint csak több user table program, mert van külön IPv4-hez az IP tables, IPv6-hoz az IP6 tables, van külön ARP tables, szerint ritkán szoktak használni az emberek, van app tables a bridginghez. Ez mind-mind külön kis programocska, nagyon hasonló command line szintaxissal, de azért vannak köztük különbségek, eltérések, furcsaságok, és úgy az embernek mind a négyet kéne használni időnként, hogyha egy rendes nagy komplex tűzfalat szeretne felépíteni. Az egész rendszer mellett vannak még egyéb részrendszerek, például a connection tracking, ami a kapcsolatnyomkötő rétege a netfilter keretrendszernek, netfilter keretrendszer fölött, vagy a napozási interfészek, amin keresztül egy-egy csomagról adatok, a napozási csomagok átjutnak a user térbe, és ott egy napozó rendszerbe, syslogng-be, rsyslogba, bármibe, ami aztán beírja egy file-ba, vagy egy SQL táblába, vagy bármi másba, vagy a queuing mechanizmus, amin keresztül egy csomagot átadunk, hogy a user térbe, hogy feldolgozzuk, ezek mind-mind még kiegészítő rendszerek az egész mellett. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem a netfilter egy roppant, és a föltevő IPT egy roppant sikeres rendszer. Maga a keretrendszer valóban szinte változatlan az elmúlt évek során, fölött az IPT sokat változott igazából, amit az emberek nem vettek észre. Nagyon jó, hogy rugalmas és moduláris, rendkívül sok IPTables csomag és modul létezik, ami a különböző igényeket elégítik és bővíti különböző lehetőségekkel. És ami szerintem legalább olyan fontos, hogy van egy nagyon barátságos fejlesztői és felhasználói community az egész mögött. A netfilter sikere részben pont az, hogy egy barátságos környezet volt mögötte, amit az új emberek, akik jöttek ötletekkel, nem azt találták, hogy őket elutasítják, vagy a fejére koppintanak, vagy valami, hanem ha kellett, akkor a szárnyalja rányúltak és segítették, hogy az ötletét meg tudja valósítani. Ami nagyon fontos dolog szerintem, főleg ebben a közösségben. Tehát bármennyire szép és nagyon jó, azért mindig vannak de részek, amiket meg kell kicsit nézegetni, amit meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hibák vagy javítani valók vannak a rendszer környékén. Ezért is van mögött egy nagyon masszív kód sokszorozás. Az IP-tables, az IP6-tables és hasonló környékén már látszik, hogy ott vannak egy olyan rendszerek, amik nagyon-nagyon hasonló funkciókat látnak el, és gyakorlatilag egyik-másik az ilyen copy-paste-tel született, hogy egy-két dolgot kell csak átírni, hogy a másikban épp úgy működjön az adott funkció vagy funkcionalitás.
ami részben tök könnyű, mert csak copy-paste, másrészt rendkívül sok hibaforrásra vezet. Mert más van nem egy, hanem kettő, három, négy rendszeren van, és egyikben egy hiba, aki hibát be kell, összes többen is ott is korrigálni kell. Ugyanez igaz a kernel részben, és ahol épp úgy nagyon sok helyütt kódduplikálások vannak, pusztán azért, mert különböző IP rétegek fölött dolgozunk, de a mögött elő funkcionalitás gyakorlatilag ugyanaz, csak nem IP4-es címmel fogunk, IP6-os címmel például. Amit a felhasználók nem vesznek készre, de a fejlesztők nagyon-nagyon bántja az embert, hogy nagyon rugalmatlan a kernel és user tér közti kommunikáció, zsenés gesztokop művelettel történik, ami nagyon elegáns és egyszerű, de roppant nehézkes bármikor egy új verzióra áttérni. Több első verzióváltás történt az IP-tébdősán az években során, amik ezt egész elfedték, de fejlesztői szempontból ez egy nagy szívás és kemény munka volt, és időnként voltak hibák, amiket elkövettünk a különböző verzióváltások között. Különösen akkor nagyon kínos, amikor vannak különböző extra dolgok, mint a 32 bit, 64 bites kernelen, Little Endian, Big Endian, és akkor abból mindenféle hibák előtt tudtak lépni ebben az egész kommunikációs rétegben. Nem csak a hibák hiba források, hanem hiba üzenetek. Nagyon kényelmetlen és nehézkes, értelmes hibákat ezzel az interfészen keresztül a kernelből visszatolni a user térbe. És az sem egy elegáns megoldás, most azt írja ki a IP-tébdőben, hogy nézd meg a kernel logba, hogy mi baja volt a kernelnek ezzel a parancsoddal. Meg lehet nézni, és mint sysadmin, meg sysop, megnézzük örömmel, de azért ennél kicsikét többet kéne már nyújtani, ennél kicsit többet kéne adni. Az nagyon jól ismer szerintem mindenkit, a dinamikus szabályt változást az IP-tébdőben és a társai nem igazán támogatják jól, nem igazán optimális a dinamikus szabályozás, ha aki ezt szeretné, akkor nem igazán tud hatékony tűzfalat felépíteni ezek az eszközökkel. Ez részben kapcsolódik a linearitási probléma, hogy a egyes szabályok egymás után egy hosszú láncban következnek, és ha van 1000 szabályom, akkor előtte a rendszernek végig kell gyalogolnia 1000 szabályt egymás után, és a legutolsót is kiértékelni, hogyha csak arról egyezés van, ami miatt a teljesítmény nagy szabály mellett eléggé vissza tud esni. Ezekre vannak workaroundok, más megoldások, például IP-set a nagy szabályszámra, amivel ezeket lehet szépen ellensúlyozni, és meg nagy teljesítő tűzfalakat építeni, de jobb lenne, hogyha ebből maga az IP-tables környéke tanulna, és ebből az IP-tables maga fölötte, egy mellette egy új rendszer születne, ezeket a hibákat, problémákat kijavítja és megoldja. Ez lenne az NFT-tables. Nem lesz könnyű az előadás, tehát szerintem kár először kellett volna szólnom, hogy menjetek ki a büfébe, és adhatok kávét, teát és bármilyen fajta frissítőt, hogy nem erőltek ki túlságosan. De vágjunk bele azért legalább, legfeljebb elalszok a végén, majd meglátjuk. Jó, tehát az NFT-tables az nem az IP-tables. Tehát a kettő nagyon nem ugyanaz. Nagyon sok mindent fel fogunk ismerni, hogy ez ugyanaz majdnem, mint az IP-tables, csak kicsit máshogy néz ki, de a kettő teljesen más rendszer. Az IP-tables-nél még ilyen getoptos command line argumentum feldolgozás van, az NFT-tables egy komplett leíró nyelv van a tűzfal szabályunk számára, ami mögött van egy szép Bison parser, egy nyelvvel, amit lehet command line-ba használni, a példányban végig command line-ba fogok használni, de nem arra van optimalizálva. Ezért például a shell miatt escape karaktereket kell használni, mert van benne pontos vesző a szintaxisban, vannak kapcsolatzárójelek, vannak dollárjelek, ami miatt a shell azt szeretné érteni, hogy nem escape-elni kell, hogyha command line-ba akarom használni. Lehet, de akkor ezzel tudni kell élni. A másik fontos, hogy egyetlen egy program van mindegyikre, tehát mind user térben egyszerűen NFT parancs van az összes létező protokoll kezelésére, protokoll family kezelésére, mind a kernelben is egyetlen egy rendszer van, amelyeket kezeli. Nagyon-nagyon fontos cél volt az NFT-ből, hogy a gyorsabb csomagfeldolgozást támogass, ezért eleve bele kerültek olyan elemek, funkciók, amiket az ember időkben megtanultak, van benne set, van benne map, van benne dictionary, meg van egy szép példákat, hogy mit csinálnak és hogyan működnek. A dinamikus szabályfeldolgozás egy nagyon fontos igény volt, hogyha nagyon gyorsan szeretnék szabályokat módosítani, azt a rendszer szintén támogassa. Vagy a NFT-ből nem probléma az, hogy nekem 1000 szabályt be kell töltenem, vagy egy 10000 szabályos rendszerben kell egyetlen egy szabályt időnként kibe kapcsolgatnom, törölnöm, hozzáadnom, hogy ha akarom, megtehetem, és a rendszer hatékonyan tudja ezt remekül feldolgozni.
Nagyon fontos volt, hogy legyen végre egy publikus API. Az IPTables-nél nincs ilyen. Hiába van egy libIPTables library, arra végig hangsúlyoztan azt mondtuk, hogy ez nem publikus library. Ennek ellenére sokan használták és készültek fölötte mindenféle kompatibilitási interfészek, például Perl-ből, Pythonból, amik használták a libIPTables-t, de egy abszolút törékeny interfész. Soha semmilyen garancia nem volt, hogyha az IPTables-t frissítjük, akkor az interfész stabil marad. Ez miatt ezek a fejlesztők szívtak is. De ez nem volt megígérve, hogy ez fejlesztő, ez stabil lesz. Senki sem ígérte. Az egy privát interfész, nem publikus. A NFT-ből egy publikus interfész készül. Magyarán, elfelőtt bárki tud bármit fejleszteni, akár Pythonba, akár Perl-ben, akár grafikusan, Java-ban, mit szeretnétek, Ruby-ban, JavaScript-ben, PHP-ban, hova süllyedjek még le? De lényeg, hogy publikus API, ami nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, mert ezzel, hogy mondjam, a bázis az még tovább tud szélesedni, és a hozzáférhetőség jobban bővül. Nagyon fontos, hogy 3.0 államtól van a kernel része, a kernel része a NFT-bősznek, vagyis nem kell külön letöltögetni, hanem az ember fogja a kernel orgon legfrissebb kernelt, és ott van nála a kezében a legfrissebb NFT-bősz kernelbeli ág és rész. Ami változatlan, ugyanaz alul, mögötte a háttérben, az a Netfilter Framework. Tök ugyanaz, csak most már a Netfilter Framework fölött nem csak IPTables van a kernelben, hanem NFTables is van. Ha valaki megnézi a kernel forrásfát, akkor látja, hogy a kettő egymás mellett egy alkőtár rendszerben egymás mellett csücsül. Ugyanúgy változatlan mellett a connection tracking, ugyanúgy változatlan mellett a naplózó interfészek, és ugyanúgy változatlan mellett a queuing, hogyha valaki azt szeretné használni. Szintaxisról néhány szót kell ejteni, hogy kicsit lássuk, hogyan működik a dolog. Egyrészt nyilván van komment, tehát hashmark után, amit írunk, az kommentnek tekinti a rendszer, mind sor elején, mind sorban, bárhol, utána a következő stringek azok tetszőlegesek, és akkor azt nyugodtan tudjuk kommentálni, hogy azt az a sorat mit jelent a tűzfal konfigurációnkban. Van folytató sor, tehát egy backslash után a következő sort a rendszer folytatósornak tekinti, és akkor egy hosszú sort folytatunk tolni rövidebbekre, hogy olvasható legyen a fájlunk. Több parancsot egymással lehetünk választani pontos veszővel, ezt mondjuk esetleg nem szereti, úgyhogy erről le kell figyelni, hogyha a command line-t ma használjuk. Van include lehetőség, van include kurzor, és akkor fájlnév. Tehát magyarán nem kell egyetlen nagy config fájlal dolgoznunk, azt fel tudjuk szabdalni több kisebbre. Ami nagyon kényelmeset tudja tenni időnként az életet, mondjuk protokollok vagy family szerint külön választatni, IPv4-re, IPv6-ra külön-külön. Netán lokálisan, netán forwardra, megtehetjük külön, hogy mindeket külön fájba tesszük be, és beinkludáljuk egy nagy közös fájba. Lehet definiálni változókat, a nyelv támogat változókat, ilyen define-nal, és akkor megetni, mi a változó név és mi az értéke, amire aztán hivatkozhatunk dollár jellel, hogyha a változókat fel szeretnénk dolgozni, és akkor a nyelvben később tudunk hivatkozni változókra, amit korábban definiáltunk. Nagyon szép, nagyon jó. Táblák. Az NFT-ből szemben az, hogy table, tehát a tábla valamiképpen megmaradt ugyanebben a rendszerben is. Hát nincsenek. Tehát ha valaki NFT-ből szindul, akkor semmilyen tábla nincs a rendszerben. Egyetlen egy táblát nem ismer. Sőt, ennél több van, nem táblák vannak, hanem tábla családok vannak, és abból aztán tetszőleges számú táblát tudok definiálni, hogyha azt szeretném. Tehát vannak a IP, IP6, ARP és Bridge táblák, amik nagyjából megtábla családok, amik nagyjából megfelelnek az IPTables-en névő, az IP az IPTables tábla családnak felel, meg az IP6 az IPsix table családnak, az ARP nyilván az ARP, a Bridge pedig az AppTables bridging funkció tábla családját kívánja lefedni. Van egy újabb tábla család, az INET, ami egy kényelmi funkció, mert ez egy közös család, az látja az IPv4 és IPv6 csomagokat egyaránt, és egy táblában tudok dolgozni IPv4-es és IPv6-tal együtt, hogyha azt szeretném. Tehát, hogyha akarom, kezelem őket külön-külön két tábla családban és két táblában, IPv4 és IPv6 mind IPTables környékén, de hogyha akarom, akkor tehetem egyetlen egy táblába őket, a rendszer ezt támogatja és megengedi. És van még egy NetDev tábla család, ami egy nagyon-nagyon korai kapcsolóhoz, hookhoz, kamphoz kapcsolódik a Netfilter keretrendszerben.
Ez nagyjából a traffic shapingnek egy alternatívája kíván lenni, amit IPT-ből, vagy NFT-ből felől tudunk megszólítani és tudunk használni. És amikor egy új táblát létrehozunk, bármely tábla, és azon a tábla a default totál üres, nincs benne semmi, táblám sem volt, amikor létrehozunk egy totál üres táblát hozok létre. Ezt miért hangsúlyozom el nagyon? Azért, mert az IPD-bősznél, amikor egy tábla, tehát betöltöm az ITP-bőszt és elindítom, és létrehozom egy tábla üresen, az nem üres. Az egy csomó helyen, ponton, a default helyeken, a default láncokban, az hozzá kapcsolódik a netfilter keretrendszerhez. Bejelentkezik hozzá, hogy én vagyok az IPT-bősz, és én hozzád kapcsolom te input, output és forward láncaidhoz, mert szeretném, hogyha ott hozzám küldtened a csomagokat. Itt nem, létrehoztam a táblát, és, nincs, és nem mondott elnézhetőnek semmit sem. Magyarán, amikor a táblákat létrehozom, én mondom meg, mint a rendszergazda, hogy az adott tábla mely pontokon szólítsa meg a netfilter keretrendszert. Ezáltal azért válik optimális a rendszer, mert nagyon-nagyon bántó dolog volt a Mangle táblánál, hogy a Mangle tábla default összes kamphoz hozzá kapcsolódott. Akkor is, hogy egyet-egyet használtunk csak. Az összes kamponál, ami teljesítmény jelent, tehát teljesen fölösleges feldolgozást. Azért volt könnyű bevezetni az NFT-ből ezt a szerencsétlen új netdevet, ami volt egy kis hezállás, hogy miért kell egy új tábla, család, csak azért, hogy én egy TC-nek az alternatív IPT-ből, a TC-nek az alternatív NFT-ből, mert itt nulla költséget jelent. Az IPT-ből szó se lehetett volna, hogy a netdevet bevezessük. Kizárt azért, mert teljesítményt költséget jelent. Itt nem jelent költséget, ezért megtehettük. Jó, néhány példa, hogy lássuk, hogy hogy néz ki a szörnyeteg. Szedítsük meg és tegyük kezes bárányjá. Hát egy egyszerű szintaxis, kommandájban is még működik, NFT-ből ad table, ahol megmondjuk, hogy milyen típusú, tehát a követ table kulcsa után az IP az mondja, hogy IP-típus hozunk létre, és legyen nevezünk azt, hogy filter. Mert miért nem? Most nevezhetünk teljesen bárminál másnak is, nem fontos, hogy teljesen szabad string, hogy minek nevezzük a táblánkat. Ugye ezt megtehetjük IPv6-ra is, mert különböző táblacsaládokról van szó, ezért a név ütközhet ebből a szempontból, hiszen maga a név az nem egy egyedi funkció ebből a szempontból, a tábla család és a név együtt teszi egyedivé azt az adott táblát. Természetesen az egész úgy van kihegyezve, hogyha az IP kulcsú elszól egyhagyható és default rendszer IP-t tételezteles, akkor ha itt később elhagyom időnként a parancsokban, az azt jelenti, hogy feltételeztem, az IP family-ről van szó a táblában és az alatt minden funkcióban. Ki tudjuk listázni a tábláinkat, hogy mik vannak és milyen típusúak. Konkrétan a táblát is ki tudunk listázni, és látjuk, hogy ez teljesen üres tábla. Kapcsolatok között van a táblának a tartalma, hogy most nincs semmi üres. Teljesen üres. Láncok. Hát valahogy a táblákban meg kell mondanunk, hogy a netfilter hogyan fogja a csomagokat feldolgozni, ezt ugyanitt itt is úgy láncokkal történik, hogy nincs eleve definiált, beépített lánc, ami default létrejön. Kétfajta lánccsalád van, ezt szerintem mindenki majd fel fogja ismerni az IPT-ből hagyományból. Van egy alaplánc, amit létre tudunk hozni, és van egy nem alaplánc. Az alapláncnál meg kell tudnunk a nevét, a típusát, hogy melyik kamphoz kapcsolódik a netfilterben, a netfilter keretrendszerben, innen fog a csomag belekerülni az NFT-bőszbe, és ott milyen prioritással. Az NFT-bőszben a rendszergazda, a DevOp minden lehetőséget megkap, hogy a tábláit úgy konfigurálja, hogy ő akarja. Az IPT-bőszben ezek bele voltak drótozva, hardcoded húkok voltak és prioritások. Itt az egész rá van tolva a rendszergazdája. Te állítod be, ahogy akarod. Nyilván a defaultokat érdemes használni, hiszen azok jól kitalált defaultok, de ha valaki el akarat töltélni, ám tegye, megteheti. A lehetősége ezentúl megvan. Milyen lánc típusaink vannak? Igazából csak három. Vannak a filter jellegűek, vannak a nagy jellegűek. Ez gyakorlatilag legfeljebb a rótáblát, a nagy táblát, a filtert, amit a IPT-ből ezt megszoktunk, és van egy root jellegű tábla, lánc, ami gyakorlatilag a Mangle-nak a funkcionalitása az NFT-ből, amikor a routing információban valamit, olyan módosítást van végül a csomagon, ami a routingot érinteni fogja. Ez van egy külön root lánc család. A hook vagy kampó pedig azok a pontok, ahol a netfilter keretrendszerrel fogunk kommunikálni. A megszokottak a pre-routing, input, forward, output és post-routing, ezeket jól megszoktuk az IPT-ből, és van egy új az ingress,
ami csak a NetDev táblacsalád miatt lett létrehozva. Ez még a prerouting előtt van, a lehető legkorábbi pont, ami az IP stackben létezik. És vehettük a prioritás, ami egy egész szám, negatív, pozitív is lehet. Ezek a szabványos prioritások, amik a IP table-ben vannak, default ezeket szoktuk használni NFT bőznél is. Hát először a connection defragmenting, amikor a csomagokat defragmentálják a connection tracking számára, utána a row táblának megfelelő prioritás, a SLinux-nak az első belépési pontja, maga a connection tracking belépési pontja, a mangled táblák, destination node-nak a belépési pontja, aztán a filter tábla, a security, a seccomp-nak a belépési pontjai, source node belépési pontja, a legutolsó pont az SLinux számára, hogy valamit csinál a csomaggal, és végre a connection helper hozzáadása adott kapcsolathoz. Ezek a standard szabvány belépési pontok, az IP table-nél ezek vannak bedrótozva, ezeket tudjuk használni FTB-nél is, de ettől eltérhetünk. És ugye nem adunk egy láncnál típust, húkot és prioritást, akkor egy nem alaplánc, hanem úgy tetszik egy user által definált, egy felhasználói lánc. Oké, rögtön nézzünk rá néhány példát. Mondjuk a filter tárolathoz adunk egy input nevű láncot, ami egy, ha gyakorlatilag megegyezik az IP table-ben lévő input lánc definíciával, egy filter típusú lánc, az input hookhoz kapcsolódik hozzá, és a prioritása nulla. Ugye emlékeztek rá, a filternek a prioritása az nulla volt az IP table-ben. Tehát nekem NFT bőznél meg kell mondanom, hogy igen, ezt a láncot szeretném, hogy az éljen és legyen. Ha nem akarok, mert nem kell nekem az input lánc, akkor nem definálom, és a rendszer nem fogja használni, és nem fog rá erőforrást pazarolni. És meg tudom adni, hogy a default policy legyen az, hogy accept. Ugyanaz, mint az IP table-ben, csak más szintaxissal. Ez egy teljesen normál user által definiált lánc, aminek azt a nevet adtam, hogy MyChain, mert éppen az volt a fejemben, amikor megírtam a szlájdot. Miért jó ez? Azért jó ez, mert így nagyon sok lehetőséget ad nektek, ha jól elcseszitek a saját rendszereteket, és nagyon sok hibát, időt töltsetek el hibakereséssel, amiből nagyon sokat lehet tanulni, tehát a végén okultok és hasznos funkció volt. Azért nem csak ez van mögötte. Volt néhány adásom már, ahol hangosan panaszkodtam előtetek, hogy van azért az IP table-ben egy nagyon-nagyon hiányzó pont, amire igazából szép elegáns megoldás nincsen, és ez a naplózásban egy olyan funkció, amikor valaki szórtatot végez el, akkor nem tud a netfilt IP table-ben egy olyan pontot találni, amikor úgy tudja napozni a csomagot, hogy benne legyen már a source-nak után kapott IP cím. Ami nem igazán szerencsés, hogyha több címünk van, amire tudunk source-natolni, mert akkor, hogyha jön egy report távolról, hogy valaki valamit csinált és szeretnének reportolni, akkor nem tudjuk, hogy ki volt, csak egy timestampünk van, hogy nagyjából ekkor történt az incidens, és akkor a távoli rendszerben az időzóna az jó, hogy van, a órájuk hogyan járt, a mi óránk hogyan járt, találjuk meg 10 000 csomagból, hogy melyik volt az, amik ugyanarra az 5 IP címre volt szorszatolva, nem igazán elegáns dolog. Az IP table-ben erre nincs lehetőség, mert a legutolsó tábla ebből a szempontból a NAT tábla, és a NAT táblával a prioritásokban, emlékeztek rá, a NAT SRC a legutolsó. Nem tudok mögé már tenni pontot, hogy ott még valamit tudjak tenni bármilyen szabállyal, és az SNAT az egy termináló target, tehát még az sincs, hogy legalább folytatnám egy követő szabályban. No way, tehát nincs lehetőség, hogy tudjak naplózni. És az IP table-ben egy parancsban csak egy target lehet, ott sincs lehetőség, hogy legyen az, hogy SNATolj és naplóz, az sem megy, tehát kizárt. Nem tudok csinálni semmit, a másik kettő meg nem játszik, mert nem tudok netfilter naplózó szabályokat beletenni. Itt erre van egy könnyű megoldásom. Hát miért ne? Hát létrehozok egy új, mondjuk egy SNATlog nevű láncot, aminek a típusa ugyanúgy filter, a hook az a post-routing, de egyel távolabbi, mint az SNAT prioritás, egyel későbbi. Ugye a NAT SRC 100, egyel 101, netfilter egyel később meg fogja hívni, mint keretrendszer, ebben van egy szép sor, hogy naplóz, és másfajta naposról, hogy igen, erre volt naplózott csomag, erre a forrás IP címre, amikor lehagyta a rendszeremet. Tehát magyarán a rugalmasság az nőtt, a flexibilitás nőtt, olyan funkció került bele, ami a korábbi rendszerben nem volt, és nem lehetett beletenni.
Szabályok. Hát nem meccs van és target, ugye IPTB-ben megszoktuk, hogy vannak meccsek és targetek, és egy szabályban lehet tetszőleges számú meccs, és tehát egyetlen egy target a szabályban. Kivéve az FTB-ben, mert az FTB-ben volt egy kicsit más funkcionalitás, és igazából voltak ilyen fél valamik, amiktől igazából több target volt a lánc végén. Az FTB-ben mindig kilógott az összes lehetséges IPTB-ben családból. NFT-ben kifejezések vannak és statementek. Igazából azt jelenti, hogy egy szabályban, ha úgy tetszik, több targetem és több döntésem lehet, vagy több utasításom, mi történjék a csomaggal, miután a kifejezésemre egyezést talált a rendszer. Nincs ilyen szigorú szétválasztás, hogy most ez meccs és target, el van mosva, tehát ez nem így működik most már. Ugye expression, kifejezés. Úgy néz ki, hogy van egy adattípus, amit szeretnék rá egyezést vagy nem egyezést találni, van egy operátor, és van egy érték, amit szeretném összehasonlítani. Milyen operátorim vannak? Hát ha nincs operátor, akkor az tipikusan az egyezés operátor, de amit beírtok direktbe is, hogy egyenlőség-egyenlőségjel, vagy EQ kurszóval is, az egyenlőséget jelent. Van nem egyenlőség, tehát hogy nem egyenlő, van kisebb egyenlő, nagyobb egyenlő. Itt már az ember urai birizgálódnak, hogy igen, kisebb, nagyobb egyenlőt betölk írni egy szabályba, ami mondjuk ilyen portoknál, meg máshasonló dolgoknál remek hasznos feature tud lenni. De ezen fel vannak még bináris operátaim is. Tehát akár egy szabályban lehetnek is jellegű műveletek, mint operátorok, vagy vagylagos műveletek, amikre látunk majd konkrét példát. Ez nyilván bitmezeknél, flageknél nagyon fontos lehetséges operátor. Ugye nézzünk egyelőre, adatok, milyen típus adataim lehetnek. Először is fontos, hogy tudni, hogy vannak különböző adat típusaim adott egyezésben lehetségesek, tehát vannak egész számok, bitmaskek, stringek, link layer, IP, egy IP-os címek. Azért fontos, mert nyilván ami a operátor egyik oldalán van, hasonló típus adatnak kellene a másik oldalán is, és szeretnétek ellenőrznie kell, hogy ugyanaz a típus van mindkét oldalon. Vannak payload adatok, amikor adat magából az IP csomagból, vagy ahhoz nagyon szorosan köthető rendszernek a információval jön, ami csak és kizárólag a payload, az adat, ami benne van a csomagban. Ami különböző családokban sorolható, tehát mondjuk az Ethernetnél a source ad, destination ad, Ether type, VLAN-nál a VLAN ID, credential format indicator és minden más létező fejlész adat, ami a VLAN headerben megtalálható, mindegyikre van kulcsszó. Az alapnál a hardware type, Ethernet type és minden más fejlész mező, ami az ARP headerben megtalálható. IPv4-nél forráscím, célcím, protokoll, fejlészhossz beleértve az opciókat, teljes csomaghossz, type of service mezőértéke, TTL értéke és minden egyes mezőérték, ami az IPv4-es fejlészben megtalálható, mindegyikre van kulcsszó. IPv6-nál forráscím, célcím, next header gyakorlatilag protokollnak fel meg IPv4-nél, csomaghossz, hop limit, és a néhány, egy-kettő, amit még kihagytam az IP-os fejlészből, még szintén vannak kulcsszavak. TCP-nél forrásport, célport, flagek, sequence number, acknowledgement number, és minden más, ami található a TCP fejlészben, szintén van rá kulcsszó. UDP-re szintén, UDP Lite, HTTP, DDCP, AH, ESP-re szintén. Az összes fejlészben található mezőre van külön-külön kulcs, amit tudok hivatkozni direktben, közvetlenül, és tudok rá meccset fájtani egyenlőséggel, nem egyenlőséggel, kisebb, nagyobbal, logikai művelettel. Mindegyik ott van a keretek között. Itt, rögtön, kapásból, azonnal. A csomagot kapcsolatban szorosan a CTL Connection Tracking, tehát mi a state, mi a direction, mi a Connection Tracking mark érték, mikor fog lejárni a Connection Tracking entry. Erre szintén lehet meccset azonnal föltenni, most rögtön ebben a pillanatban, nem kell rá külön várni egy külön extensionnel, rögtön. A lényeg az volt, hogy ami payload információ, az mind rendelkezésre álljon a DevOps, a rendszeregazda számára. Nem kell külön extension, semmi se. És nagyon könnyű újat hozzáadni, a NFT-ből úgy kell, hogy valakinek kell BGP,
Gyakorlatilag szerintem két nap alatt simán ki lehet BGP végezhető, és a BGP infók is benne vannak. Miért ne? Nem tart semmiből. Szinte semmiből nem tart. Ezen kívül annak nem payload jellegű információk, hanem inkább metadatok, amik metadatként kapcsolódnak a csomaghoz. A lent igazából a socket buffer, a SKBuff-nak a mérete, a prioritás, ami a TC prioritásnak megfelelő érték, a csomagra vigyeztett mark érték, interface, IF, tehát input interface, output interface-nek az indexe, vagy a neve, a socketben lévő, tehát amelyik socket a csomagot generálta, annak az UID-je vagy a GID-je, ezek mind metainformációként a csomaghoz kapcsolódóan szintén hozzáférhetők, és tudok rá meccseket, egyezéseket, expressionöket írni. Vagy az RT-klasszid, ami a routing realm. Miért ne? Rögtön tudok meccselni, ami a routing realm. Akár névvel, akár számmal, hiszen hogyha megfelelő fájt azt létrehoztam az RTC alatt, akkor a nevet tudok írni routing realm number helyett. Ugye statement van a valahol, a szabályban. Az itt is kétfajta statement van, termináló és nem termináló, ami azt jelenti, hogy a döntés megszületett a csomagról. Kedves netfilter, ennek megfelelően végezd el a munkádat, végezd el a piszkos munkát, és dobd el mondjuk a csomagot. Tehát van accept, drop to, hogy megszoktuk, queue, continue, return, ugyanúgy, mint az IP-tables-nél, vagy jump, vagy go to egy adott láncra, amit létrehoztam, mint user definált lánc. Van reject is, van not target is, meg queue is. És annak nem terminálja legjobb, mint a log, hogy napozzá légy szíves. Végezze egy limit egyezést, ami most akkor vagy folytatom, vagy nem folytatom. Counterrel számláljuk-e az adott lánc szabálynál a csomag és byte számlálókat, használjuk-e. Ez egy apró kis részletkérdés, hogy számláló van-e, vagy nincs. IPTB-sznél default van számláló minden lánc végén. Itt pont ellenkező, nekem kell megmondani, hogy legyen-e számláló, vagy ne legyen. Azért fontos, mert az IPTB-n az esetek nagyon nagy részében teljesen fölöslegesen számlátok a csomagokat, soha senkit nem érdekelt, hogy hány csomag és byte ment át azon a láncon, viszont totál sok erőforrást igényel. Minek dobjuk rá az erőforrásokat? Itt, ha valakinek kell, majd megmondja neki, kell csomag és byte számláló. És akkor arra elmegy az erőforrás. És a meta, ami nyilván azt jelenti, hogy metaadatot tudok rábígyezni a csomagra, mondjuk a mark értéket, az egy metaadat. Szabályok kezelése, tök hasonló, mint a táblához, meg a lánchoz. Most ebből hozzáadunk egy szabályt a filter tábla output láncába, hogyha az IP csomagban a destination cím a 8888, akkor légy szíves, számold meg, hogy hányszor fordultunk a Google nameserveréhez, mert nagyjából az UDP fogott azon majd menni. És ki tudjuk listáztatni, hiszen milyen szabályunk vannak. Hát látjuk, hogy az output lánon már is kettő van, mondjuk ezt föltettem, ezt már létrehoztam, hogy megadtam, hogy van egy output hook benne, normál szokásos filter típussal és nulla prioritással, és van hozzá egy szép szabályunk. És itt nem fért ki, csak azért nem folytattam, itt van mellette rögtön ki is, hogy eddig hány paket ment és csomag ment. Hát itt van, hogy packets 0 bytes, akármennyi, hogyha volt már rajta forgalom. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk mentem a szabályaimat, vissza tudom tölteni a csomag és byte számlálókat, minden további nélkül ott, ahol legutóbbi mentésnél voltam. Vagy rá tudom hazudni, hogy annyi csomag ment át rajta, hogyha épp arról van szó. Listázás, export, import. Van egy list ruleset parancsom, az összes típusú táblát, összes ARP vagy IP vagy IPv6 típusú táblát lehet kilistáztatni, amit pontosan ebben a szintaxisban fog kilistázni a rendszer, nekem ilyen, hogy table, IP, filter, kapcsolatzárójel, milyen láncok vannak benne, milyen szabályok vannak, a végén terminálva egy zárójellel, amit aztán egy minusz F kapcsolva tudok tölteni bármikor a rendszerembe, és akkor azt mondom, hogy igen, úgy indul a rendszer, hogy voltak szabályaim, elmentettem, és most szeretnék indulni bootkor, akkor légy szíves, tölt be egy NFT minusz F és egy file név parancsal. Lehet exportálni a szabályokat XML és JSON formátumban. A munka folyik, hogy az import is megjelen XML-es JSON formátumból. Tehát ez még csak egy irányú folyamat, lehet exportálni, még import nem egyedekből formátumokból. Atomi szabályhelyettesítés. Nincsen semmi gond azzal, hogy szabályokat dinamikusan online adjak hozzá a rendszerhez, de az nem atomi.
abból a szempontból nem atomi, hogy akkor előfordulhat az, hogy ugye a rendszerem az több CPU-s, több kártyás, multi-queuing, csúcs-szuper gép, egyszerre több csomagot dolgoz fel a rendszer, és előfordulhat az, az egyik csomagot még azelőtt dolgozza fel, és úgy dolgozza fel, hogy még nincs benne az új szabály, a másikat már úgy dolgozza fel a CPU, hogy már benne van az új szabály, nem atomi a művelet. Ha szeretnék atomi szabálybetöltést, azt meg tudom tenni, elmentem a táblámat, beteszek el egy új sor, hogy flash table IP filter, utána az összes többi szabály benne, és akkor az atomi műveletként fogja korábbit helyettesíteni egy újjal. Azonnal tudtam életbe léptetni egy új szabályrendszert, hogy az él minden csomagra. A flash az kell ahhoz, hogy atomiként hajtsa végre a rendszer a műveletet. Sorrendiség, nyilván sorrendiség itt is számít. Tehát most itt felvázoltam két nagyon bugyuta szabályt, ami úgy látszik tök ugyanaz, mert nem sok mindent csinál. Az első az, hogy ha a protokoll az TCP, akkor számáld a csomagokat, a másik az, hogy számáld a csomagokat, és aztán mi? Van egy szabály, és aztán nincsen benne, hogy mit csinálni, tehát halad tovább. A kettő között nyilván az a különbség, hogy az első szabálynál a TCP csomagokat számlálom, míg a másodiknál minden csomagot számlálok, hiszen a egyezés az a statement után következik. Tehát itt még nem lettek kiszűrve, leválogatott a csomagok csak TCP szempontjából. A sorrendiség itt is számít, hogy mikor, melyik utasítás következik egy sorban. De ez nagyon jó dolog, hát ezt szeretnénk, hogy a sorrendiség számítson. Szóval itt tudunk egy nagyon komplex szabályban sortkatkat csinálni, hogy a legfontosabb első, legelő álljanak a legfontosabb nagy tömeget kiszolgáló szabály kifejezések, és aztán egyre tovább a legspeciálisabbak, hogy az erőforrásokat legjobban tudjam kihasználni. Oké, néhány TCP példa. Mondjuk nézzük csak a nem színcsomagokat, és azokat számláljuk, hogyha azt szeretnénk. Vagy példa ilyen logikai szabályokra. Szeretném naplózni a csak szín és csak ek flaget tartalmazó TCP csomagokat, akkor egy szép logikai mintával és egyenlőséggel tudom megoldani. És akkor ez egy NFT-ből összes szabály. Logikai műveletekkel benne a hasában, mint kifejezéssel. Meta példák épp úgy, tehát meta dolgokra. Nézzük meg, hogyha az output interface név az a loopback, akkor fogadjuk el a csomagot, vagy nézzük meg, hogy az output interface index a loopback felé, akkor fogadjuk el a csomagot. IPTable-nél ilyen különbséget nem tudtunk tenni, hogy interface név vagy interface index. Mi a kettő között a különbség? Óriási ég és föld, ha úgy tetszik. Az első az egy lassú, drága művelet, a másikhoz képest, ami gyors, könnyű és sebes. Tehát ahol lehet ott használnunk indexeket, nevek helyett. Látszik, hogy a szabályban beíratom az interfész nevét, a rendszer majd kitalálja hozzátartozó indexet, és azt fogja beírni a tényleges NFT-ből szabályba. Úgyis az indexek azok ténylegesen kis egész számok, egytől kezdődően fölfele, amivel a rendszer belazonosítja az interfészt. Ez addig jó, amíg az interfészeim nem változnak, mert az interfészek átszámolódhatnak belül, és akkor nem igazán jó, hogyha a két interfésznek a számára hivatkozom, és a pont a két interfészem fel lett cserélve, hogy eltűnt a rendszerből, nem egészséges. Nyilván, hogyha olyan rendszerem van, ahol mondjuk sok VPN terminálodik, meg sok tunnel van, amik jönnek, mennek, ott nem egészséges indexre kell hivatkozni. De egy olyan tűzfal van, amin van egy ETH01245, slussz, semmi több, és soha nem lesz benne semmi más interfész, akkor bizony tessék az interfész indexet használni, mert sokkal hatékonyabb. És a parancs meg rövidebb, néhány karakterrel. Igen? Visszaírja. Tudok egyezést keresni a csomagon lévő markértékre, vagy mondjuk tudjuk számlálni egy adott usernek, hogy ő mennyi csomagot forgalmazott meg byte-ot, és akkor tudjuk számláztatni, hogy te forgalmaztál ebben a hónapban 12 gigabyte-ot, és azért fizessél 3200 forintot, mert annyi a költséged. Nem tekintetes a dolog, de tessék látni, mert ez a kimenő socket buffernek a csomagjai, és nem például a bejövője, mert olyan nagyon nincsen. Tehát a letöltést nem tudjuk számlálni, csak a feltöltést, úgyhogy ez nem igazán a számlázásából a dolog.
de lehet használni arra is. Igazából szűrésre sokkal jobb van használható, mint számlázásra. Oké, connection tracking példák, hogy lássunk azt is néhányat. Tehát nyilván tudunk az állapotra megnézni, hogy established related, akkor fogadd el az input láncban, de hogyha mondjuk az input láncban jön egy befőcsomag a 22-es portra, az állapota új, akkor létszeres naplóz le egy prefixel, egy új SSH kapcsolat, és fogadd el. És látjuk a szép új példát, hogy egyetlen egy szabályban két action van, ha úgy tetszik. Két statement, naplózi és fogadd el, nem kell rá külön naplózóláncot definiálnunk. Ha úgy tetszik, egyedileg lehet naplósor definiálni minden egyes sorra, hogyha szeretnénk, megtehetjük, semmi akadálya nincsen neki. Csak aztán győzzük kibogarászni a logban a sok különböző log prefixet, hogy melyik mit csinál és miért ott keletkezett. Jó, tehát nagyjából eddig voltunk ahogy szokmányos dolgoknál, kifejezve az operátorok, ami kicsit új volt, most van néhány érdekesebb dolog is, ilyen intervallumok, tol-ig formátum intervallumok lehetségesek, arra ilyen kötőjel tök meg az intervallumot. Mondjuk, dobjuk el a csomagokat, ami a 10.1.1 és 10.1.1.28 között van, ez egy tol-ig formátummal minden további nélkül beüthető NFT-bőzbe, mert ő támogatja ezt. Ugyanezt támogatja nyilván port számokra is, tol-iggal simán tudok hivatkozni több darab, tehát egy range-re. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ennyi darab bejegyzés jött létre 1024, hanem ez két darab egyezés egy nagyobb egyenlővel kész, semmi több. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most ilyen sok szabályon lett úgy virtuálisan mögötte tároldva egyesével külön-külön. Szetek. NFT-bőzben vannak szetek, vagyis halmazok. Abból rögtön kétfajta, mint látjuk ezekben a családban, mindig kétfajta van, anonim és nem anonim, vagy literál, vagy anonim, különböző kurszban szokták jelni. Lehet anonim szetet is definiálni, annak nincs neve, amikor ilyen kapcsolt zárójelek között felsőjük a lehetséges értékeket egy szabályban. De azt jelenti, hogy ha a destination port a TCP csomagban kifelé 22 vagy 443, akkor fogad el. Vagy 22, vagy 443. Ez egyetlen egy szabály. Tessék látni, és abban a szetben nincs limit igazából, hogy mennyit sorolok föl. Nyilván 65-535 a legtöbb, mert annyi van. Ilyen szemben van limit, de úgy, az nem az a limit, úgy értem, hogy olyan jellegű limit. Anonym set az nagyon szép, nagyon klassz, elegáns. Nyilván azt jelenti, hogy ez az adott szabály ezt kötött. Tehát nem tudok hivatkozni rá egy másik szabályból, és másrészt nem tudom módosítani csak a szabályjal együtt. Tehát nyilván a szabályt törlöm és visszateszem, vagy másik szettel, akkor az működik, de nem tudom mondani, hogy léci szabály frissülje, úgyhogy még adj hozzá még plusz egy elemet a ebben lévő halmazhoz. Az nem működik. Ezért vannak nevesített halmazok, amikor tudok neki nevet adni, hogy legyen mondjuk egy, adjunk hozzá egy halmazt a filter táblához, mondjuk ilyen band névvel. A halmazok úgy tűnik, mint a láncok, táblákhoz vannak rendelve. Egyik táblában definált halmazhoz nem tudok hivatkozni egy másik táblából. Meg kell mondani, milyen típus adatot fog benne tárolni, tehát a tábla definíciója a név után az, hogy ő egy IPv4 címeket tartalmazó tábla lesz majd. Aztán hozzám az elemeit, hogy mondjuk azzal adjuk mondjuk egy range segítség, egy interval segítségével, mert ez szinte itt is használható, meg egyesével különöket össze-vissza föl lehet tölteni a halmaz különböző elemekkel, és tudunk rá hivatkozni egy szabályban, hogyha mondjuk az input, a IP címben a forrás cím benne van ebben a halmazban, akkor egyszerűen dobd el a csomagot. A nyelvnek van egy bizonyos kifejező ereje, hogy tudok halmaz definiálni, tudok rá hivatkozni, több szabályból is akár, a halmaz tudom a szabályoktól függetlenül frissíteni, belül elemeket törölni vagy hozzáadni, semmi akadálya, ez megtehető. És nagyon elegáns hash van az egész mögött, amilyen autogrow, autoshrink, egy csomó nagyon klassz extra feature van benne, nagyon szép rugalmas hash implementáció van a halmazok mögött NFT-bőzben. Milyen típus adatokat tudok tárolni halmazokban? Jelenleg ezek a tárolható típusok, tehát IPv4-es cím, IP6-os cím, Ethernet cím, INET protokoll, ami igazából az LTC protocols fájban található számok, meg azok nincsenek benne, INET service, ami a LTC services-ben lévő számok, ha úgy tetszik, és a csomag mark value, azt épp úgy lehet halmazban tárolni. Oké, halmazok, nagyon jó dolog,
vannak mapjeim is, ahol egy halmazban lévő elemekhez más elemeket tudok hozzárendelni egy halmazban, egy halmaztípus. Itt is van literál vagy anonim. Azt mondom, hogy légy szíves, csináljunk egy routingot úgy, vagy egy natolást úgy, hogy az függjön attól, hogy melyik destination TCP portra megyünk. Tehát hogyha a destination TCP port a 80-as, akkor légy szíves, natold a csomagot destination attól a 192.1-re, de a 443, akkor inkább a 2.2-re natold át, légy szíves. Az IPT-ben ez nyilván két darab nagyszabály volt, itt egy darab nagyszabályunk van, és limit itt is a csillagos ég, tehát annyit teszek bele abba a szerencsétlen webbe, amennyit csak szeretnék. Amiből nyilván van megnevesített map is, tehát ha akarom, akkor egy nevesített mapet használok, ahogy definálom a mapet, hogy légy szíves, hozz létre egy ilyen nevű mapet, aminek a típusa olyan, hogy a bal oldalon egy INET szervizál, jobb oldalon egy IPv4-es cím, és itt a példában nagyjából ugyan szerepel, csak itt nem DNAT van, hanem SNAT van, de ugyanúgy, és ugyanúgy ilyen kukac névvel tudunk hivatkozni a szabályban rá. Ugyanúgy meg tudom tenni minden további nélkül. Sokat csúszok? Nem, nem ugye vége. Oké. Okay. Fokozzuk még tovább az izgalmakat. Volt set, volt map, dictionary. Ugyanaz nagyjából, csak itt az van, hogy az elemekhez döntést rendelek hozzá, hogy mi történjék, hogyha az elemet detektáltam a halmazban. Ez is van literál, és akkor tudok egy csinálni, hogyha az IP protokoll az mondjuk TCP, akkor ugolja a TCP láncra, amit létrehoztam már. Ha UDP, akkor ugolja az UDP láncra, hogyha ICMP, akkor ugolja az ICMP láncra, és hogyha nincs, egyik sem volt egyedül, akkor haladj tovább a feldolgozással a következő szabállyal. Magyarán az egyezés után egy döntés van a csomagról, amit bele tudok tenni egy ilyen táblába, egy mapbe, amit itt most itt diction évben hallgat, mert az a szebb, hogy különböző megémestől. Ezt nyilván lehet ezt is deklarálni, névvel elletni, hogy egy, értünk egy mydictet, ahol mondjuk azt jelenti, hogy nem látszunk, hanem mondjuk legyen accept vagy drop, attól függően, hogy melyik csomagot, melyik forrás csomag volt. Ugyan IP source, hogyha benne van a vmapbe, akkor négyszer, hogyha 1.1, akkor fogadd el, ha 1.2, akkor dobd el. Jó. Haladunk jól. Ezt lehet még tovább fokozni. Lehet két vagy több elemet összekapcsolni egy halmazban, mapben vagy dictionary-ben. Ahol meg tudom mondani azt, hogy ebben is van nevesített, meg nem nevesített jelző, de nem nevesített jelző, így néz ki, hogy légy szíves, csatold össze a IP forrás csomagot, IP forrás címet, IP destination címet és az IP protokollt a csomagból. Erre készít egy lookup-ot a adott halmazban. Ez egy sima set, ugye? Hogyha a csomagban a forrás cím az 1.1.1, a célcím 2.2.2 és a protokoll TCP volt, vagy ez a másik, akkor légy szíves, számláld és fogadd el. Tehát magyarán tudom kombinálni a különböző elemeket a csomagomból, a támogatottak közül, és ebből a kombinációból tudok leképezéseket képezni. Ugyanezt meg tudom csinálni a dictionary-vel is. Tehát mondjuk, hogyha a IP destination cím és a TCP destination port az ez a páros, akkor fogadd el, hogyha a másik, akkor dobd el, mert ő szolgáltat 22-esen, de 8-as nem szolgáltat webszerviszt, mert azt nem engedem meg számára. Ugyanúgy tudom használni. A pont karakter nyilván az összecsatoló karakter. Ugyanez működik mappel is. Ugyanúgy meg tudom tenni, hogy a IP címtől és portszámtól függően mondom meg, hogy milyen cím szerepeljen az SNAT-ban vagy a DNAT-ban. Oké, a forrás. Aki szeretné ma használni, az megteheti. Lényeg, hogy le kell tölteni egy kernelt, ami 3.13 fölötti. Nyilván érdemesebb minél újabb kernelt letölteni, mert még a konkurrentáson az csak 4.1 fölött érhető el, tehát nem mindegyik feature, amit felsoroltam, él a 3.1.13-tól, hanem a legfrissebb van benne minden. A user térben kell hozzá az NFTBS-nek a forrása a GitFából, és kell hozzá még két library, amiről támaszkodik a libnftnl, ami egy
közepes szintű library a user térbeli kommunikáció, és az alatt lévő libmn ami egy minimalista netlink library, ami kell az IBNFTNL-hez. Meg kell még hozzá Bison, meg C-fordító, meg nyilván szokásos környezet, ami kell egy normális fordításhoz. Lefolytató és használható minden további nélkül. Néhány jó cucc, hogy hol lehet még tovább megnézni a dolgokat. Egyrészt a NFT-ből forráskönyve van, egy szép dokkönyvtár, mert benne van az NFT-ből, NFT parancsnak a manpage-e. Nem teljes a manpage még, tehát aki szeretne segíteni, és manpage-et akár csak dokumentációban, boldogan küldje be a javításokat, és el fogják fogadni, és akkor már is hozzájárult az NFT-ből sikeréhez. Komolyan mondom, tehát nem vicc, ez nem meg lehet tenni semmi akadálya. Nem teljes még a manpage, de nagyon szépen készül. Van egy Files NFT-ből alkönyvtár, mert vannak konkrét fájlok arra, hogy hogyan lehet létrehozni a IPT-ből megszokott táblákat, default, hogyha azokat szeretném, nem kell nekem kitalálni. Például, aki belegyeket tölteni, include, és rögtön van filtertáblán, mangle, meg not, meg minden összes többet megszoktam. Van benne egy example alkönyvtár, ahol szépen vannak példák mepekre, dictionary-kre, setekre, azokat lehet sokat tanulni. Van egy test alkönyvtár, van egy test suite, ami ellenőrzi a rendszert, hogy rendben működik-e úgy, hogy kell, és a regresszió nem került bele, hogyha a fejlesztés során valami módosításra került a rendszerben. Van egy szép wikije a projektnek, ahol nagyon sok információ fönt van. Fönn van az is, hogy konkrétan mik hiányoznak még a rendszerből, szóval nem teljesen elkészült rendszer. Vannak olyan IPT-ből meccsek és találgatok, aminek nincs meg a natív megfelelő NFT-ből sznél. A legfontosabbak azok nyilván megvannak, de van néhány exotikus, ami még nem készült el. Azok még hiányoznak. Ezek folyamban lévő munkák, szép lassan. Ez már csak tényleg idő és energia kérdése, ezek megtörténnek és ezek bekerülnek a NFT-bőzbe. Azt hiszem, hogy a végére is érkeztem, úgyhogy ha bárkinek van kérdése, és van még kérdése idő, akkor, és ha durok rá, akkor ömmel válaszolok.